képviselőtestületi ülésünkön megjelent képviselőtársaimat, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit. Polgármester úr váratlan elfoglaltsága miatt a testületi ülést ma nekem adta át vezetésre. Barátné dr. Kozák Erzsébet, Anyalai Béla és Florián Stefánia jelezte előzetesen a távolmaradását. Tisztelettel köszöntöm a hivatal dolgozóit is. A képviselőtestület 9 tagjából 6 fővel megjelentünk, így a testületi ülés határozatképes. Az ülést megnyitom. A kiküldött napirendi javaslatoknál módosítást szeretnék kérni. Levennénk napirendről a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló előterjesztést, a 6-os napirendet. Lekerülne a 15-ös napirend, a Klotildigeti óvoda beruházás pénzügyi rendezésének szerződése, valamint a 16-os napirend a vadgesztenyefák védelme, aknázomó jeleni védekezés, amely nem igényel testületi döntést, és a zárt ülés keretében egy napirendünk lett volna, és ennek a tárgyalását ezt a napirendet is kérem levenni. Kérem a képviselőket, hogy amennyiben a napirendet így ebben a formában elfogadják, kérem jelezzék. Köszönöm. Akkor 6 egy hangú szavazattal a napirendet elfogadtuk. Az egyes napirendünk a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Én az előterjesztést, aki küldött anyagot nem kívánom kiegészíteni. Ha valakinek esetleg kérdése van, akkor kérem jelezze. Tessék, Mocsári Dezső. Egy kérdésem, csak itt a Deres Lajos és Társadalmi hozott döntéssel kapcsolatban. Az van, hogy leinkasszálták az összeget. Ez a teljes összegre vonatkozik, ami a követelés volt, vagy önként. Mert mondják, ez összesen mennyi volt? Jegyzőasszony. Igen, a teljes összeget leinkasztálták, 6 millió forint és pár fillér. Köszönöm. Akkor határozatot hozunk a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Pilis Csaba város önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Aki a határozatot elfogadja, kérem jelezze. 6 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Második napirend beszámoló az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. A kiküldött anyaghoz képest én nem kívánok szintén semmi kiegészítést tenni, hogyha valakinek kérdése van. Akkor ebben az esetben Pilis Csaba város önkormányzatának képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló beszámolót. Aki elfogadja, kérem jelezze. 6 egyhangú szavazattal elfogadtuk. A harmadik napirendünk beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. Polgármester úr átadta nekem az ő beszámolóját, és ezt tolmácsolnám a testület és a nézők felé. Polgármester úr május 14-én a Liget főzőkonyha képviselőjével folytatott megbeszélést az elmúlt fél év tapasztalatairól. Ugyanezen a napon a Clarissa udvar megvásárlása ügyében találkozott a tulajdonossal. Május 19-én állampolgári eskü volt a polgármesteri hivatalban. Május 26-án Peterdi András képviselőtársunkkal az önkormányzat ügyvédjével folytatott megbeszélést a garancstetői telkekkel kapcsolatosan. Május 31-én több képviselőtársunkkal részt vettünk a kuratóriumunk szervezésében az egészségnapon. Június 1-én együtt köszöntöttük a pedagógusokat a pedagógus napi ünnepségünkön. Június 8-án több képviselőtársunkkal együtt részt vettünk a Klotéd nap ünnepségén. Június 13-án a Városi Polgármesterek Rendezvúja nevű rendezvényen vett részt polgármester úr. Június 17-én, azaz a mai napon, a 10-es számú főúton lévő kettős csomópont átépítésének műszaki átadás átvétele
a mai napon megkezdődött. Nem zárult le, megkezdődött. Esetleg a kérdés a beszámolóhoz kell. Jó, akkor a négyes napi rendre térnénk át. Zárt ülésen hozott határozatok ismertetése, megadom a szót jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényre figyelemmel tájékoztatásul közlöm, hogy az adott időszakban két darab önkormányzati határozat született zárt ülésen. 115/2014 5.13 számú határozat. Pilis Csaba 12.87/2 helyrajzi számú ingatlanon fennálló elővásárlási jogról való lemondásról. Pilis Csaba város önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Pilis Csaba 12.87/2 helyrajzi számú ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi 78-as törvény 25. paragrafus 1-es bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni. 116/2014 5.13 számú határozata, Pilis Csaba 12.87/2 helyrajzi számú ingatlanon fennálló elővásárlási jog törléséről. Pilis Csaba város önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Pilis Csaba 12.87/2 helyrajzi számú ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 97 évi 78-as törvény 25. paragrafus 1-es bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogát töröltetni kívánja. Az elővásárlási jog ingatlan nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj megfizetése fenti ingatlan tulajdonosait terheli. Az igazságszolgáltatási díj, vagy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének hiányában az elővásárlási jog nem kerül törlésre. Pilis Csaba város önkormányzatának képviselőtestülete felkéri a polgármesteri hivatalt a szükséges lépések megtételére. Köszönöm. Az ötödik napi rendünk település szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának 314/2012 november 8-i kormányrendelet szerinti véleményezési szakasz megindítása. Én ebben a kérdésben megadnám elsősorban a szót a főépítésznek és a szakbizottság elnökének. Ott is tárgyalták, úgyhogy két illetékes. Köszönöm a szót. Tisztelt képviselők, kedves tévénézők! Arról arról szeretnék először elsősorban tájékoztatást adni, hogy a elmúlt két évben megkezdett munkának az utolsó fázisába értünk. Bizonyára emlékezik mindenki, hogy végigfuttattuk partnerségi programjainkat értékgyűjtő akció, majd gondolatpiac címen, melyekhez kapcsolódólag elkészítettük a településfejlesztési koncepciót és a stratégiát. Ez a folyamat nem csak azért volt fontos, mert hogy kötelező jogszabály által előírt hiánypótló munkát végeztünk el, hanem azért is, mert végül is megismertük Pilis Csaba igényeit, megismertük a civil szervezetek igényeit, az intézmények elképzeléseit, és most a HÉSZ-t, a helyi építési szabályzatot, a település szerkezeti tervet, illetve a szabályozási tervlapot olyan módon tudjuk módosítani, ami leginkább Pilis Csaba érdekeit szolgálja. Az előterjesztéshez csatolt S1-es számú melléklet foglalja össze azokat az igényeket, amelyeket elmúlt két évben összegyűjtöttük. 2-es számú melléklet egy szakmai fordítás, hogy a most elkészítés alatt levő helyi építési szabályzatban és szerkezeti tervben milyen módosításokat kívánunk végrehajtani. Ezeket a kérdéseket nem csak a TÜKIB, mint bizottság, hanem a TÜKIB-en belül alakult kifejezetten a HÉSZ-szel foglalkozó munkacsoport többször több ülésben alaposan tárgyalta. Ezek alapján, illetve a településtervező csapat segítségével elkészítettük a 4-estől a 6-osig, 3-astól a 6-osig tartó merítéseket, amelyekben azt a szándékolt anyagot kívánjuk megküldeni a szakigazgatási szerveknek, illetve a partnerségi program keretein belül vissza a civil szervezeteknek, amit mi helyesnek gondolunk. Hogyha a képviselőtestület is úgy látja és megszavazza az előterjesztést, akkor a holnap utáni
nap folyamán ezek a levelek kimennek, és 30 nap múlva, vagy kicsit több mint 30 nap múlva már az egyeztetett anyaggal tudunk egy közös egyeztető tárgyalást tartani, és így tudjuk tartani azt a korábban vállalt belső ütemtervet, miszerint szeptember közepére el tudnánk fogadni az új hészt. Annyit tennék hozzá az eddigiekhez, hogy most volt igazából az ideje annak az elmúlt egy hónapban, hogy alaposan végignézzük a jelenleg érvényes és hatályos szabályzatot, és minél mélyebb rástunk a rendelkezésekben, egyre inkább arra jutottunk, hogy komoly szükség van ennek a megújítására. Ez a 2007-ben elfogadott verzió már nagyon kiszolgált, minden nagyon sok pontján rászolgál arra, hogy megújítsuk. Hogyha bármilyen kérdés van, akár értelmezés tekintetében, akár valamit kihagytunk, ne adj Isten valamifajta hibát látnak tisztelt képviselő urak és hölgyek, akkor ezt jelezzék nekem, és akkor ezt bevezetve tudjuk már a módosításokkal együtt kiküldeni az egyeztetési anyagot. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szót. A bizottság tegnapi napon tárgyalta. A település tervezők is jelen voltak. Nekik direktbe fel tudtunk tenni kérdéseket. Igazából úgy gondolom, hogy egyébként most meg is érkeztek, tehát még pont napirendnél. Tehát, hogyha van kérdés, akkor majd fognak tudni rá válaszolni. A bizottságon belül a Józsi említette, volt egy munkacsoport. Mi végignéztük a témák szerint a különböző fejezeteket. Én most megragadnám a szót, ha már megkaptam, hogy rögtön kérdeznék. Nem feltétlenül minden képviselő láthatta azt a térképi részt, amit ugye még az utolsó nap, tehát tegnap még ugye megbeszéltük, hogy átküldünk és átnézünk, és itt a csapadékvízelvezetéses térképre kérdezném, hogy ott a tervezett nyomvonalak tekintetében a jelmagyarázat számomra hiányos volt, és ezért nem találtam meg, hogy mi az, ami tervezett. Tehát azt mindenképpen lehet, hogy csak a PDF-be való kiírás vagy egyéb miatt, de az mindenképpen fontos lenne, hogyha kezelnénk, illetve megnéznénk. Illetve a szennyvíz tervezett az úgy szintén ugyanebbe a kategóriába tartozott. Egy fontos megállapításom még lenne, ami az anyagban többször előfordult, és szerintem jogi értelmezést vonhat maga után, vagy éppen duplikálás. Most idézem, tartalom az lényegtelen, ami előtte van, hogy ebben az esetben legfeljebb két lakás is elhelyezhető. Szerintem ez ilyen kétszeres megállapítás. Tehát, hogyha egy lakás, és legfeljebb utána kettő, akkor a legfeljebb kettő is a számomra zavaró értelmezést okozhat. Ezen kívül még, amit pontosítani szeretnék, és az anyagnál szerintem úgy segítek nektek, hogy a 19. oldalon van, a héztervezetben. Települési közúthálózat alábbi elemei gyűjtőutak, ugye ezt már tegnap félig említettük, csak most akkor ugye a pontosság kedvéért. Kenderesi út, Szent László Király utca, ez az Egyetem utcától nem a József Attiláig, hanem a Veselényi útig. A József Attila utca, az Bajcsi Zsilinszky utcától a Szent István Király útig. Akkor a következő sorban a Szent István Király út maga. Tehát én azt gondolom, hogy azt mindenképpen gyűjtőút kategóriába kell hagynunk, mert egy óriási területnek a tengelyét határozza meg. Tehát nem lehet csökkenteni ennek a hosszát. A Bajcsi-Zsilinszky út az egyértelműen a József Attila és a Vasút utca között, ugye onnantól tovább a Bajcsi-Zsilinszky az állami kezelésű, tehát nem települési gyűjtőút. Tehát az más kategóriába esik. Garancsliget sétány a Garancsi út és a Nádor-Erdő utca között, Kálvária utca, illetve a Tósétány és a tervezett meghosszabbítása a 10-es számú főútig. Tehát ez így lenne elfogadható részemről. A bizottság egyébként
támogatta azt, hogy a képviselőtestület ma döntést hozzon ebben és felhatalmazza a polgármestert a kiküldésre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor esetleg, hogyha választ, szeretettel köszöntjük önöket, és hogyha esetleg választ az elnök úr két feltett kérdésére, akkor kaphatnánk. Hogy igazából az elnök úr által föltett észrevételekre nem szükséges válaszolni. Lejegyzeteltük, javítjuk teljesen jogos és rendben való dolgokat, tehát általunk befogadható dolgokat említett. Petteri András? Technikai kérdésem lenne, hogy a véleményezés, ugye, ha elfogadja az önkormányzat, akkor ugye megkapják, gondolom, civil szervezetek, tehát különböző érdekelt felek, hogy erre akkor igazából mennyi idő áll rendelkezésre, és milyen formában történik ez a véleményezés? Köszönöm. A ketté kell bontani, tehát a válasznak két ága van. Egyik a szakigazgatási szervek, államigazgatási szervek, a másik pedig a partnerségi rendeletünk szerinti érintettek, civilek, intézmények, magánszemélyek. Ez két teljesen külön ág. Az egy első esetben a legutolsó tértivevényes átvétel időpontjától számított 30 nap van a válaszadásra az ő oldalukon. Éppen ezért nem postán küldjük ki, hanem személyesen adjuk át, tehát hogyha úgy alakul most ezeket az észrevételeket, meg egyéb ilyen helyesírási javításokat megtesszük, és akkor nagyjából csütörtökön, legkésőbb pénteken ez egy ilyen futárkör lesz, amikor nagyjából én meg a Jóska a PIDI oldaláról kocsiba ülve átadjuk ezeket az anyagokat, és akkor a legutolsó aláírástól számított 30 napon belül várjuk az észrevételeket. Hogyha pedig a másik oldalon, a másik ágon pedig a partnerségi rendeletünk úgy határozott, vagy úgy rendelkezik, hogy azt kvázi én mondhatom meg, mint főépítész, és nyilván nekik is pont ugyanezt az időbeni lehetőséget fogom megadni. Azt tudni kell, hogy az a kérdés, hogy részt kívánnak-e venni ebben az eljárásban, vagy nem, ez már elhangzott januárban. Tehát januárban ezt a levelet én hivatalosan kiküldtem, a tértivevények megvannak. Valószínűleg vagy még nagyon januári hangulat volt, vagy összekeverték a levelemet a stratégiával kapcsolatos kérdésekkel, de a civil szervezetek közül nagyon elenyésző számban válaszoltak. Most ez fölhatalmazhatna minket betű szerint arra, hogy nagyjából figyelembe se vegyük a véleményüket, de azt gondolom, hogy azért az elmúlt két évben egy ilyen gentleman agreement alapján az egy normális dolog, hogy megkérdezzük, hiszen az anyagban semmi olyan dolog nincs, ami rejtve, vagy bármiféle alantas szándék mentén egy olyan fejlesztéseket, vagy olyan roncsoló típusú beavatkozásokat eredményezne, ami rosszat tenne a Pilis-Csabai környezetnek, és ráadásul a legérzékenyebb fronton a környezetvédelem és a zöld ügyeknek a frontján pedig egy nagyfokú előrelépés szerepel az anyagban, tehát kis túlzással mondhatom, hogy ezt az anyagot ezt büszkén merjük megküldeni nekik. Nekik is ugyanannyi idejük lesz válaszolni, e-mailben, illetve levélben, és értelemszerűen, hogyha véleményeltérés van, akkor egyeztetni is fogunk. Ezen kívül, tehát a partnerségi rendeletben szereplő összes menüpontot teljesíteni fogjuk, óriás plakát honlapra fölrakva, a hirdetőre kitéve, de ezeken fölül én minden intézményt, főleg az iskolákat, illetve a gazdálkodó szervezeteket, a nagyobbakat mindenképpen személyesen is meg fogom keresni ez alatt az egy hónap alatt, hogy fogjanak maguk mellé egy építészt, és nézzék át, hogyha ez a szabályozás lenne életben, akkor az ő általuk tervezett fejlesztéseket meg tudnák-e valósítani, és ha nem, akkor még most mondjanak valamit, mert igyekeztünk, egyébként ez programellem is volt, hogy az intézményeket olyan helyzetbe hozzuk, hogy mindenképpen tudjanak fejlődni. Úgyhogy bízok benne, hogy itt a július vége felé egy olyan testületi ülést tudunk tartani, ahol már a válaszokat elfogadva, az tényleg az utolsó fázisban tudjuk segíteni ezt a hészmódosítást. Köszönöm. Van további kérdés? Köszönöm szépen. Köszönjük a válaszokat. Akkor felolvasnám a határozatot. Pilis-Csaba város önkormányzata képviselőtestület úgy dönt, hogy elfogadja a helyi építési szabályzat
a szabályozási terv és a település szerkezeti terv felülvizsgálatának egyeztetési anyagát. Pécs Csaba város önkormányzattal képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 314/2012. november 8-i kormányrendelet szerinti véleményezési szakasz megindítására. Határidő azonnal, felelős polgármester, végrehajtásért felelős polgármester és a főépítész. Aki elfogadja a határozatot, kérem jelezze. 6-1 hangú szavazattal elfogadtuk a határozatot. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy megtiszteltek. Következő napi rendünk tájékoztató az adóiroda 1-4 havi tevékenységéről. Átadnám a szót jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen. Április 30-áig az adóiroda tevékenységéről annyit jegyeznék meg, hogy 110.151.558 forint bevétel folyt be, ez 39,68%, mely az időarányos bevételhez képest 6,35% többletet mutat, illetve szükséges megjegyezni, hogy ebben a hónapban, illetve április hónapban kiküldésre kerültek az adóértesítések, a tájékoztatások. Több mint 6741 darabot küldtünk ki. Ebben tájékoztatást kaphatnak az adózók a jelenlegi egyenlegükről. Az előző évek hátralékából 25.990.673 forint tudtunk behajtani, amely az összes tartozásnak a 13,46%-a. Ami megjegyezendő és fontos kiemelni, hogy körülbelül 40 millió forint behajthatatlannak minősített tartozásunk van, ami azt jelenti, hogy ezek nem valószínű, hogy be fognak folyni, többnyire felszámolás, illetve végelszámolás alatt lévő tartozások, vagy adósok tartozásai. El kell mondanunk, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta, és a tájékoztatást elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm. Van esetleg kérdés, András? Igen, a pénzügyi bizottság tárgyalta, és tényleg elfogadta, és azt is mondom, hogy a pénzügyi bizottság is látta azt, hogy hát történtek események, és azért itt nem szabad amellett elmenni, hogy elég szép számmal történt most már adózók megkeresése. Ugye mondhatjuk azt is, hogy ezen túlmenően gépjármű, elidegenítési kérelmek, tehát ilyen értelmű tevékenység is folyt. Ezt persze azt mondom, hogy nem büszkesége, mondom csak tényként, hogy hát sajnos idáig kellett fajuljon a dolog, hogy tényleg konkrét lépések történnek meg annak érdekében, hogy az adók beszedésre kerüljenek. A másik dolog, amit szeretnék mondani így előzetesen, hogy ugye döntés született a bankváltásról, és a korábbi előterjesztésekben olvastam is, hogy erről majd az adózók ki lesznek értesítve, csak szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét erre, hogy tehát más bankszámlaszámok lesznek, nem megszokásból utaljon senki, de erről mindenki majd értesítést kap. Köszönöm szépen. Amit még kiemelnék, hogy most már eljutottunk oda, hogy az árverést is tudjuk foganatosítani, tehát elektronikus árveréseket tudunk indítani. Egy esetben már gépjárműfoglalás történt is, fizikailag is elhoztuk a gépjárművet. Ez felkerült a MOG honlapjára, árverezni fogjuk. Vélhetően ilyen esetekben azért többkörös árverést fogunk végrehajtani. A lényeg az, hogy az utolsó körben már bármilyen alacsony értéken értékesíteni lehet az ingóságot, úgyhogy kérek minden lakost, hogy ne jussunk el eddig a pontig, és azért küldtük ki az értesítést és tájékoztatásra, hogy mindenki próbálja a hivatalt megkeresni. A Béla Király úti perekből
tartozó közműfejlesztési hozzájárulások esetében pedig nagyon-nagyon sok esetben nyilván azért nem látszik még a befolyt bevételekből, mert ezekben az esetekben többnyire részletfizetési megállapodások születnek. Mindenkinek javasolom, hogy aki esetleg akár a Bélakirályúti perekben, akár az adótartozások tekintetében nem tudja kifizetni egy összegben, tudunk lehetőséget biztosítani akár illetékmentes eljárásra, illetve részletfizetésre is van lehetőség. Úgyhogy keressenek minket bizalommal. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés? Köszönöm. Pilis Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete az adóiroda 1/4. Havi tevékenységéről szóló tájékoztatását elfogadja. Aki a határozatot elfogadja, kérem jelezze. 6-1 hangú szavazattal a határozatot elfogadtuk. Következő napirendünk az önkormányzat 1/4 havi pénzforgalmi jelentése. Megadnám a szót Ildikónak. Az előterjesztéshez képest nem kívánok hozzászólni. A pénzügyi bizottság tárgyalta, és úgy tudom, hogy tudomásul vétele javasolta. Köszönöm szépen. Igen, ez jó szó, ez a tudomásul vétel, ugyanis azt mindenkinek tudnia kell, hogy bár van egy új könyvelő programunk, ami mind a mai napig hát nem képes előállítani azt a fajta adattartalmú jelentést, ami a könyveléshez kell, és ez azt mondom, hogy nem a program hibája, hanem igazából nem kapunk olyan adatokat, ugye kérne majd a megerősítést, amit ebbe a programba bele tudunk tölteni, tehát most manuális úton történik a könyvelés, és hát így azért van egyfajta időcsúszás is, és ezért a pénzügyi bizottság most, hát ameddig nincsenek könyvel ténylegesen adatok, addig tudomásul veszi, hát ez a helyzet. Köszönöm szépen. Bármi kérdés? Köszönöm akkor. Pilis Csaba Város Önkormányzata képviselőtestülete az önkormányzat költségvetésének 2014 1/4. Havi teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Ezzel egyetért, kérem jelezze. 6-1 hangú szavazattal elfogadtuk a határozatot. Következő napirendünk intézményi, szervezeti és működési szabályzatok, intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodások. Előterjesztő a jegyzőasszony. Ezt már korábban tárgyalta a pénzügyi bizottság, de akkor még nem javasolt elfogadásra, azóta újra a pénzügyi bizottság elé került. A lényege az, hogy az intézményi SMS-ek nem tartalmaztak a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályozást. Ezeket pótoltuk, ugye a BER előírja, hogy az SMS-eknek erről rendelkeznie kell. Ezek belekerültek mindegyik intézmény SMS-ébe. Többnyire a BER, tehát a belső ellenőrzésről szóló rendeletre hivatkozással, illetve munkamegosztási megállapodások alapján fog az intézményekben működni a belső ellenőrzés, ami azt jelenti, hogy egy három oldalú megállapodás fog majd születni az önkormányzat, a belső ellenőr, illetve az intézményvezetők között, és ennek alapján látják majd el a belső ellenőrzést az intézményeinkben, illetve a pénzügyi bizottság majd a következő évre javasolta az ellenőrzések számának majd a bővítését, de ez úgyis még újra aktuális körülmények között a bizottság elé, illetve a testület elé fog kerülni. A lényeg az, hogy belekerültek itt az előterjesztésben látható mindegyik intézménynél mi az a módosítás, ami az SMS-be belekerült, tulajdonképpen amit az imént említettem, tehát jogszabályi hivatkozása, a belső ellenőr jogairól, kötelezettségeiről, a belső ellenőr jogállásáról, ugye jelen pillanatban polgári jogi szerződés alapján megbízási szerződés keretében látjuk el a feladatokat, illetve az, hogy a munkamegosztási megállapodásokban foglaltak szerint látja el az intézményvezető a belső ellenőrzési feladatokat, és erre biztosítja a költségvetésében a megfelelő forrást. Úgyhogy arra kérem a képviselőtestületet, hogy fogadjuk el törvényességi kötelezettségünk, illetve a kormányhivatal felé is tájékoztatási és törvényességi jelzési kötelezettségünk is van. Köszönöm. Esetleg kérdés?
András? Még egy kicsit talán világosabbá tenni azoknak a képviselőknek is a kérdést, akik nem vettek részt a PEV-en. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ugye az intézmények belső ellenőrzését a minket ellenőrző szervek javasolták, hogy hát az SMS-be is ez valahogy egy külön bekezdésbe kell szerepeltetni, mert ez jogszabály követeli meg. Ebben eddig is volt az intézményeknek, tehát eddig is vonatkozott belső ellenőrzés, csak így nem jelent meg pontosan. Ebben az évben is van ilyen, tehát lesz ilyen, de jövőre ez külön lesz véve, és hát majd ajánlatkérés, meg szerződéskötés lesz valamelyik belső ellenőrzést végző külső céggel, és az a jövő évtől így ezt szerint fogja ellátni. Köszönöm szépen. Köszönöm. További kérdés? Stiavola, képviselő úr. Köszönöm a szót. A PEV-en is utaltam rá, meg az András is egyébként, meg szerintem mindenképpen fontos lenne megemlíteni, hogy a belső ellenőrzés feladatának a volumene az ugye egyik oldalon pozitív irányba elbillen, mert az intézményeknél ugye esetleg új intézménybe lép, másik oldalról negatív irányba elbillen, és itt a mellékelt árajánlat, ez nem éppen követi ezt le. Tehát én szeretném kérni, hogy alapos és precíz, tételes ajánlatkérés belső ellenőrzési tervvel kiegészítve, tehát ebben a formában történjen meg. Ne csak a plusz feladatot, hanem a mínusz is lássuk ebbe az ajánlatba. Köszönöm. Köszönöm. Akkor az utolsó határozathoz esetleg ezt építsük be, vagy azt a határozati javaslatot, ami jó, benne. Jó, akkor egyesével kell szavaznunk, ugye intézményenként. Pilis Csaba város önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 195-ös törvény 9 paragrafus 1 bekezdés A pontja értelmében Pilis Csabai polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Aki elfogadja a határozatot, kérem jelezze. 6-1 hangú. Köszönöm. Ezt nem ismétlem meg az elejét, ugyanezzel a törvényi hivatkozással. Pilis Csabai Napsugár óvoda szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 6-1 hangú. A törvényhivatkozás alapján szociális, gondozó és családsegítő központ szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 6-1 hangú. A művelődési információs központ és könyvtár szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 6-1 hangú. És van a PEB-es döntés alapján két határozati javaslat. Pilis Csaba város önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a szociális gondozó és családsegítő központtal, a művelődési információs központ és könyvtárral, és a Pilis Csabai napsugár óvodával kötendő munkamegosztási megállapodások a belső ellenőr és könyvvizsgáló véleményezést követően a pénzügyi ellenőrzési bizottság és a képviselőtestület júliusi rendes ülésére kerüljenek újra előterjesztésre. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. 6-1 hangú. András? Csak annyi, hogy ott a PEV-nél szerepelt az is, a pénzügyi ellenőrzési bizottság javasolja továbbra, hogy a jelzett határidőre a polgármesteri hivatal készítse elő a PIVI munkamegosztási megállapodását, valamint SMS-ét is. Ez a kiküldött be. Akkor én ezt javasolnám. Akkor vagy szavazunk, hogy csináljunk egy, akkor javasolnám, hogy ezt el is hozzuk. Jó, akkor megkérlek, András, olvast fel egy célsős, és akkor arra módosító. Jó. Pilis Csaba város önkormányzat képviselő testülete javasolja, hogy a jelzett határidőre, azaz a képviselő testület júliusi rendes ülésére a polgármesteri hivatal készítse elő a PIVI munkamegosztási megállapodását, valamint SMS-ét is. Felelős polgármester.
Jó. Kérem, aki ezzel a határozottan egyetért, jelezze. 6-1 hangú. És akkor szintén a PEBES döntés alapján van még egy határozati javaslat. Pilis Csaba város önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a Financial Ideas Kft-től az önkormányzat intézményeinek belső ellenőrzésére vonatkozó árajánlatát szerződés tervezettel együtt kérje be. A szerződés tervezett javasolt hatályba lépési dátuma 2015. január 1. Aki a határozatot elfogadja, kérem jelezze. Szintén 6-1 hangú. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a Művelődési Információs Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázatának újbóli kiírása, az ideiglenes intézményvezetői kinevezés meghosszabbítása. Hát a körülményeket csak röviden szeretném vázolni. Az intézményvezetőnek, korábbi intézményvezetőnek a közalkalmazotti jogviszonya 2014 februárjában megszűnt. A képviselőtestület 2014. március 11-én megtartott ülésén határozattal döntött, hogy az intézményvezetői pályázatot kírja. A pályázati felhívással nem érkezett jelentkezés. Szintén határozattal rögzítettük, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítottuk. Magasabb vezető és vezető beosztás ellátására szóló megbízásra továbbra is pályázatot kell kérnünk, és erről az újabb pályázati kérésről döntene most a testület. Tudomásom szerint egy minimálisan változott tartalommal, de a PEP tárgyalta, úgyhogy Andrásra megadom azt. Jó, a PEB-en polgármester úr adott egy tájékoztatást, igazából voltak jelentkezők. A nagy probléma az volt, hogy ez a könyvtárosi végzettségnek a hiánya tulajdonképpen, és erre vonatkozóan, hát most ha jól emlékszem, akkor majd a következő kiírásban ez már így nem fog benne szerepelni, viszont már gondolkodunk azon, hogy ezt hogyan lehet egyébként más módon megoldani, mert ezt meg kell oldani. Tehát ez volt igazából az eredménytelenségnek a lényegi oka, hogy olyan, aki amúgy tudná vezetni ezt az intézményt, olyan nem nagyon van, akinek még ráadásul, hát könyvtárosi végzettsége is van. Ennyi. Az intézményvezetői feladatokkal jelenleg megbízott intézményi dolgozó kinevezése 2014. május 31-én lejárt. Folyamatos ellátás biztonságos megszervezése érdekében indokolt, hogy Szekeres Ágnes intézményvezetői kinevezését meghosszabbítsuk 2014. augusztus 1-ig. Úgyhogy a második határozati javaslat az erről szól. A PEB-es véleményt az András képviselte. Ha valakinek van további kérdése, akkor olvasom a határozatokat. Pilis Csaba város önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 33-as törvény 20 per a paragrafusban meghatározott kötelezettségeinek eleget téve, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére hozott 150/1992. november 20-i kormányrendelet rendelkezéseire az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Művelődési Információs Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázati felhívását elfogadja. Felkéri a polgármesteri hivatal vezetőjét, hogy a pályázati felhívást ismételten tegye közzé. Továbbá felkéri a hivatalt, hogy a bírálóbizottsághoz szakértő felkérését biztosítsa. A pályázati bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket választja: Simon Gyula tanácsnok urat, Stjavola István elnök urat és Peterdi András képviselő urat. Határidő azonnal, felelős polgármester. Aki a határozatot elfogadja, kérem jelezze. 6-1 hangú. Köszönöm. Második. Pilis Csaba város önkormányzata képviselőtestülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló
92. évi 33-as törvény 20 per A paragrafus 2-es bekezdés B pontja alapján a folyamatos ellátás biztonságos megszervezése érdekében a Művelődési Információs Központ és Könyvtár intézményvezetői munkakörére Szekeres Ágnes kinevezését 2014. augusztus 1-ig hosszabbítsa meg. Határidő azonnal, felelős polgármester. Aki egyetért, 6 egyhangú szavazattal köszönöm. És van itt még egy határozati javaslat, ami a jegyzőasszony. Mielőtt felolvasom a polgármester ezt a javaslatot, lenne hozzá kérdésem. Ugye itt azt kérjük, hogy környező önkormányzatok könyvtárosa vagy művelődési központ könyvtárosokat vonjunk be a jelenlegi nyitvatartási rendre vonatkozóan, vagy egy csökkentett nyitvatartási rendre vonatkozóan. Amennyiben csökkentett, akkor milyen csökkentett? Tehát ugye jelenleg minden nap működik a könyvtár. Tudomásom szerint, tehát maradjon ez a felállás, vagy pedig határozzunk meg egy szűkebb kört, és erre, mert azt nehezen tudom elképzelni, hogy akár minden nap valaki ezt tudja vállalni, megtehetjük, csak akkor legyen mellette még egy ilyen testületi döntés, hogy a jelenlegi nyitvatartás szerinti munkaidőben, vagy egy módosított. Köszönöm. Nagyon jó a kérdés. Én azt hittem, hogy felkészültek leszünk, és a választ is hozza magával a kérdést feltevő. Egyszerűen csak azért, mert gondolom, hogy van statisztika arról, hogy a könyvtárnak milyen a látogatottsága, mikor jönnek, mikor mennek, mikor vesznek ki könyvet, és akkor abból meg lehet hozni ezt. Hasraütésszerűen szerintem ez a testület ne tegyen erre semmi fajta javaslatot. Tehát én azt gondolom, hogy nem értelemszerűen a korábbi, én azt gondolom, hogy szerintem teljesen logikusan, hogyha mondjuk belegondolunk abba, hogy felelősen hogyan tudunk pozitív eredményt felmutatni abban, hogy megoldjuk a problémát, és közben nem is költünk rá sok pénzt, akkor szerintem ezt megnézzük, kimutatjuk. Van intézményvezető most is. Én azt hittem, hogy az a testületi ülésig behozza, mert azért van bizottsági ülés, hogyha egyszer ott felmerül egy kérdés, akkor a testületig meg lehet válaszolni a kérdést, tehát én sajnos ezt hiányosnak tartom, nem is kívánok szavazni ebbe a kérdésbe. Én úgy gondolom, hogy itt kell bevonni mindenféle, mert föl kell venni egy könyvtárost és kész pont. Hogy az milyen részmunkaidőben vagy, hogy az teljesen mindegy, egyszerűen meg kell hirdetni és föl kell venni egy könyvtárost. Ez a legegyszerűbb megoldás is kész. Köszönöm. András? Igen, ha ezt megtehetnénk, de a könyvtárosnak kéne fizetést is adni, amire... Hát jó, van, Dezső, mutasd meg, hogy honnan. Hát nem tudunk, tehát van egy bérkeret, van egy olyan rész, amiben bele kell férnünk. Tehát nyilván, hát vegyünk föl. Hát ez olyan dolog, hogy hát vegyünk egy Mercedes-t, miért ne? Hát de nincs miből. Hát ez nem ilyen egyszerű, hogy vegyünk föl egy embert. Hát a pénzügyi bizottság és az egyéb szemlélet összecsapásáról kapunk kizelítőt. Nekem az a véleményem, hogy a törvény szerintem határozottan előírja, hogy ekkora település lélekszámnál milyen nyitvatartási időt ír elő. Gondolom egy keretet ír elő, tehát az, hogy mi a szerdán kérjük, vagy csütörtökön, én azt hiszem, hogy ezt talán a törvény nem szabályozza. Úgyhogy én a véleményem szerint a keretidőre kérjünk ajánlatot a környező településektől, tehát 4 órába tud-e valakit adni, 6 órásba, heti órakeretbe, havi órakeretbe meghatározva, milyen szabad kapacitása lehet egy részmunkaidőre. Jegyzőasszony? Jogszabály szerint nincsen erre meghatározott keretidő, annyit ír elő a jogszabály, hogy a könyvtárosi feladatok ellátása, vagy a könyvtári feladatellátás kötelező önkormányzati feladat. Ezen belül az önkormányzatnak szabad döntési lehetősége van, hogy ezt milyen módon, milyen óraszámban és hogyan oldja meg. András? Én arra szeretnék visszatérni, amit a Seula István képviselőtársam is mondott, hogy ameddig nem tudjuk, hogy hanyan mennek oda, mikor és egyáltalán milyen a kihasználtsága annak a könyvtárnak, addig nem tudunk arról beszélni, hogy 6 órában, 8 órában, 36 órában legyen könyvtáros.
mert mindenkinek csak érzése van, de nem fogunk tudni hozni döntést, és igazából innen kéne kiindulni, és ezután kéne megkérdezni magát a környező településeket is akár. Jó, akkor a véleményem szerint akkor ebben most nem hozzunk határozatot. Jegyzőasszony hallotta a testület kérését, tehát akkor következőig ezzel az alátámasztott adattal tudjuk hozni újra. Jegyzőasszony? Én biztosítottabbnak látnám az adatszolgáltatást, hogyha erről születne egy testületi döntés, hogy az intézményvezetőt felkéri arra, hogy a következő testületi ülés előterjesztéséig megfelelő határidőben szolgáltasson adatot a könyvtári látogatottságra figyelemmel. Én csak kérdezem, hogy én, mint képviselő, fölkérhetek-e egy intézményvezetőt? Ez már ugye fölmerült többször a jogok szerintem. A képviselő testület az nem a polgármester, illetve a jegyzőn keresztül tud bármit is gyakorolni. Tehát én itt érzek egy ilyen ellentmondást, de ha nem, akkor hát kérjük föl. Nekem teljesen mindegy, csak valaki csinálja meg. Jegyzőasszony? Az intézményvezető munkáltatója a polgármester, de a határozatok végén azért szokott megjelölve lenni, hogy ki a felelős, és akár a végrehajtásért, akár a határozat betartásáért a felelős. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a polgármester úrnak lehet címezni egy határozatot, és megjelöljük felelősként őt, illetve végrehajtási felelősként pedig a jegyzőt. Jó, akkor a javaslatom a határozati javaslat úgy hangozzék. Pélis Csaba város önkormányzata képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a könyvtári ellátásról, a nyilvános könyvtári ellátásról, annak feladatellátásáról kérje fel az megbízott intézményvezetőt, hogy annak részletes és alapos kimutatásával szolgáltasson adatot, és a következő testületi ülésre döntés előkészítésre készítse elő. Felelős polgármester, végrehajtásért felelős jegyző. Aki egyetért, kérem jelezze. 5 igen. 1 nem.